Egészségükre. Laci bácsi, sose lássuk többet egymást. Józanon megbeteg. Így legyen, egészségünkre. Hát egy vikeség. Kis János vagyok, Kabán élek, Kabán születtem. A szakmunkás iskolát befejezve villanyszerelőként helyezkedtem el. A sorkotani szolgálatomat kitöltve apámnak egy idős barátjához kerültem egy véletlen folytán, és ő készített karikás ostorokat, bőrből nagyon sok érdekes pásztor használati eszközöket. Ő igazából egy ízig-vérig kondás ember volt, profi módon készítette ezeket a használati eszközöket. Úgyhogy úgy érzem, hogy ezek eredeti dolgok. Én ezt 20 éves koromban kezdtem el készíteni, és kisebb-nagyobb sikerekkel készítgetem ezeket a pásztor eszközöket. Pásztor családból származom. Dédnagyapám, Komóci Mihály. Ő számadó juhász volt a Holtobágyon. Származásomnál fogva kicsit pásztorembernek érzem magam, sorsomnál fogva csavargónak, mivel hogy nem tudtam a pásztor életbe elfoglalni a helyemet, de igazából itt érzem nagyon jól magam, itt érzem otthon magam. Dédnagyapámmal élt édesapám 9 éves koráig, mikor dédnagyapám meghalt, és onnastól kezdve a pásztorságot nem vitte tovább a családba senki. Megkezdődtek a tejeszesítések, és édesapámból traktoros lett. Így a mezőgazdaságnak egy másik ágába foglalt helyet, és így nem tudtam tovább vinni a pásztor életet. Pásztor eszköz készítéssel elég jól megfertőződtem ezzel a Garai Lajos bácsi által említett lóbetegséggel. Megpróbáltuk ezeket a csikós hagyományokat, lovas hagyományokat feleleveníteni. Nagyon jó barátságba kerültem egy holtobágyi csikóssal, Garai Lajos bácsival, és jártam hozzá is ilyen szakmai továbbképzésre. Az eredeti valóságában ezek a késtartók így néztek ki, és ezt pásztorkészségnek nevezték. Ez állt egy késtartóból és egy tűzszerszámtartóból. Nagyobb eszköz, mivel hogy ennek súlya is volt, lejjebb lógott, kényelmetlen volt, beakadt hamarabb bármibe. A gyufa az öngyújtó megjelenésével ez lemaradt. És utána megmaradt a késtartó így ebbe a valóságába. Ezt lehet csinálni a bőr eredeti színébe, vagy festetten, különböző csontdíszítésekkel, vagy kevésbé díszítettekkel. Bicskatartót készítünk. Ezt vízbe, sima hideg vízbe feláztatom. És utána ehhez a sablonhoz kiszabom. Ami így néz ki. Itt meg van jelölve, hogy melyik sámfához. A sámfa az úgy néz ki, hogy az alsó része az megegyezik a bicskának a méretével. A felső része, ami a záró része lesz, az meg egy anyag vastagsággal vastagabb, szóval egy olyan 3-4 mm-rel vastagabb, hogy egymásra illeszkedjen. Itt van a vízben feláztatott bőr. Ezen látszik, hogy ez engedékeny, hajlik ahova kell, és ez egy olyan 3-4 mm vastagra dagad ilyenkor a víz miatt, és ezt fogjuk összevarni bőrrel, ami ugyanilyen anyag, csak az általában kisborjúnak a bőre, vagy kecské. Mind a kettőt nagyon jól lehet használni, mert erős, rugalmas, és szépen lehet vele kötni.
És itt a bőrnek a szélét, ezt egy kicsit megnyesem. Körülbelül itt egy harmadát veszem le, hogy a sámfára, amikor feszítem fel ezt a bőrt, hogy szembe ki tudjon fordulni. Ezt így össze fogjuk varni, és utána a sámfára így ráütjük. És hogy ez a két anyag egymással itt szembe tudjon fordulni, ezt azért lényeges, hogy megvékonyítsuk. Van felcsíkozva kisborjú bőröm. Ez egy olyan 4 mm-es szál. Ez ugyanazzal az eljárással, ahogy a vastag bőrt készítettük, ugyanúgy meszezéssel készítem ki én saját magamnak. Meghegyezem. És kicsit megáztatom, hogy engedékenyebb legyen, könnyebben, szebben lehessen kötni. Ezt vízbe meglátom, és leteszem, hogy hadd vonuljon meg. Közben előkészítem neki a szerszámokat. Van hozzá egy saját magam által készített ár. Ez egy ilyen láncs alakú ár. Ezzel fogom átszúrni a bőrt, és ez egy kicsivel szélesebb, mint a amivel kötöm bőrt. És azért szúrom át ezzel, hogy így vág neki ennek a szíjnak a másik bőrbe egy helyet, és nem húzódik össze. Hogyha kerekárral szúrnám át, akkor összehúzódna a bőr, ami szépen lapjában marad. Meg van hozzá egy tűm, ez is saját készítésű. Ez egy részpálcából lett elkalapálva és kifúrva. Sajnos ilyen szerszámokat máshol nem nagyon lehet beszerezni, úgyhogy jobb híján ezt saját magam készítettem. Megpuhult a bőr annyira, hogy már most engedékeny. De nem is nagyon szabad túlpuhítni, mert akkor hajlamos rá ez a bőr, hogy nyúljon. Ezt megszappanozom. Azért, hogy a bőr a másik bőrbe, meg a másik bőr alatt csúszson. Mert ha megtapad, akkor elnyúlik, vagy elszakad. Elkezdem kötni. Összehajtom, és ennek a deszkának a segítségével átlyukasztom. És az összevarrás a következőképpen zajlik. Ezt a bőrt átfőzöm a második lyukasztásnál, és a végét befordítom belőle. Utána visszajövök az elsőre. És átfűzöm idáig. Végül is nem egy bonyolult művelet, csak első látásra annak tűnik. És akkor egy ilyen minta jön ki belőle, hogy mindegyik lépés a másikat takarja. Igyekszek rajta, hogy az anyagvastagságnál beljebb ne szúrjak, és egy olyan 2-3 mm távolságra tegyem a lyukokat egymástól. Ezt végig kell kötni.
Eljutottunk egy olyan részére ennek a bicskatartónak, amikor el kell kezdeni a sallangozását innen, mivel hogy a bicskatartónak ez lesz az alsó része, innen elkezdjük a sallangozást. Először is egy ilyen sablonhoz vágunk ki egy háromszög alakú bőrt. Egy ilyen cakkozóval, amit saját készítésű bőrgyukasztóból reszelgettem ki, ide ütünk rá egy ilyen cakkos félkör alakú mintát. Utána, amikor ez megtörtént, akkor itt ezt a két sarkát kivágjuk, és ebből kijön egy tulipán alak. Ütünk rá egy lyukat, amire felfűzzük, és ütünk rá egy lyukat, ami megdíszíti. És innen elkezdjük rá fűzni fel a sallangokat. És ezt ugyanúgy folytatjuk tovább, mint hogyha ez a pillangó rajta se lenne. És minden második öltésnél teszünk rá egy-egy pillangót. Elkészült, összeváltam a bicskatartót, megadom neki a formáját. Utána előveszem a sámfáját, megpróbálom úgy belerakni a két szélső részét, hogy a varrás középre essen. És a középső részét egyszerűen beletolom. És akkor itt a felfűző nyílást, felfűző színnek a nyílását, ezt itt rávágom. És a sámfát visszaveszem belőle. A bőrön a vágástól még visszaigazítom a belső részét is, hogy belül is a vágás ugyanannyira legyen, mint kívül. És a felfűző szíj helyére beletolok egy kis kihasított fadarabot. Kis fopeckit. És ez fogja megadni a felfűző szíjnak a helyét. Sámfát visszateszem bele, úgy, ahogy az előző állapotában volt. És ez már most egészen kezd hasonlítni az eredeti állapothoz. Ezt viszem is kiakasztom itt az eresz alá, ahol megsüti a nap, és két nap múlva tudjuk folytatni. Hát a sört hűtve szeretem, a bor tisztán, pálinka meg piszkosul. Na akkor kezdjük a pálinkával. És a kavics. Egészségünkre. Ez nagyon jól esett. Megszállett a bicskatátunk. Úgy néz ki, hogy már most mozog benne a felfűző színnek a támfája. Úgyhogy le lehet venni a sámfáról. Ez igazából azért van három darabból összerakva, hogy így az egyik fa másikon könnyebben kicsúszik, és könnyebb levenni róla a bőrt. Megszáradt. Belepróbáljuk a bicskát, hogy... Na, persze. És meg így se esik ki belőle. Pászom, kutya szájába tojás. Akkor ezeket azért hagytam meg, hogy ha szárad, húzódik vissza, hogy vissza ne engedjen, ki ne csúszson egyik a másik alól. És ezt ilyenkor száradás után szoktam levágni mindig. És most következik a felszíjazása, felcsontozása a késtartónak, ami úgy történik, hogy egy oldalszíjat felteszünk rá, amin egy
egy zárócsont fog elhelyezkedni. Ez a zárócsont, ez birkalábszár csontból készül. Ez konkrétan a hátsó lába, mert ez hasonlít legjobban egy négyszög hasábra. És ezt, hogyha kicsi szolom, akkor ebből egy ilyen négyszög alakú csont fog kijönni. Ezt a csontot levágom róla a bütyköt, és kifőzöm, úgy, hogy kijöjjön belőle a velő, és utána azt mondták az idősebb pásztorok, hogy nem szabad leragadni a múltba, mindig amit lehet újítni, javítni rajta, azt meg kell tennünk, el kell követnünk. Ezek mindegyik egy-egy rovás. Volt, amelyik pásztor azt rótta fel rá, hogy mennyi országot őriz, volt, aki azt rótta fel rá, hogy hány éve van a pályán. A rovás elkészítése ez úgy történt, hogy ebből a csontból levágtak egy ilyen darabot, lecsiszolták a végét egyenesre, kicsiszolták a belső részét úgy, hogy nagyjából szögletes legyen, hogy a szíjjel férjen bele, és akkor utána a késnek a görbehegyével megvágták. Ellenkező irányba belevágtak. És ezt vagy fagyúskorommal, vagy pedig így hagyták, és a használat során ez a kezemtől is látszik rajta, hogy szépen kirajzolódott belőle az X. Tovább folytatták a nadrág szíra, hogy fel lehessen erősíteni. Egy ilyen szíjat összehajtottak, összevarták, 2-3 öltéssel összefogták, és akkor ezt lekötötték ugyanúgy pillangóval, mint ahogy ezen a bicskatartón is látható. Ezen egy másik kötési formát használtak, mert ezt már 2 szállal kötötték. A bőrről egy ilyen lemezdarabbal, egy ilyen gyűszű segítségével, mert ennek a bőrnek száraz állapotból olyan éle van, hogy széjjel vágná az ujjamat. A külső hátját meg a húsrészt meghúzzuk vele. És ez a bőrnek leveszi a hátsó részét teljesen tisztára. És ezt bemártsuk újra vízbe. Megvonuljon, és utána megszappanozzuk ugyanúgy, hogy csúszszam. A jobb oldali szíjat felfelé tartva kötünk rá egy görcsöt. Ez sokkal egyszerűbb kötésforma, mint amit az előbb mutattam. Az előzőt rózsakötésnek nevezik, ezt pedig vitézkötésnek. Itt csak a felső részt tőbe megtöröm, és a másik saroknál az alsó szállat fölfelé felfűzöm. És mind a 4 sarokhoz felfűzöm, mindaddig még körbe nem érek. Utána, amikor körbeértem, erre mind a 4 oldalára teszek egy-egy pillangót, és akkor 2 sor kerül rá, és a végén lesz rajta egy rózsafedés fölül, ami ennek a cakkozónak, mikor összefordítom, szóval ütök erről egy ilyen cakmintát, meg szembe egyet, és akkor abból lesz egy kör. És akkor ez a rózsa, ez a cakkozónak a egyik ütése, meg szembe a másik. Körbe kötöm, és akkor lesz belőle egy ilyen. Az oldalszínök csontját leveszem, és belefűzöm a bicskatartóba.
Belefűzöm a tetejébe. És utána szépen építem fel. Ráfűzöm a zárócsontot. Ráfűzöm a felfűzőszíjat. Utána visszafűzöm a csontba. És akkor itt fölül megkapom a záró részt. És utána a másik oldalra visszafelé lefűzöm. Körülbelül itt felfelé egy olyan 4-5 centi színnek kell maradni. Ahhoz, ha kinyitom a késtartót, akkor kijöjjön belőle a kés. Mert ha nagyon leér, akkor az zavarhatja a pásztort az egész napos munkába. Felhúzom a zárócsontot, leveszem a tetejét, nyíltől kifordul. Ez így nem hosszú, arányában szerintem jól mutat. És akkor itt megjelölöm a felfűző szíjat. Veszek elő hozzá egy szóróárat. És itt átszórom ezt a bőrt. Utána egy 3 centire levágom ezt a átfogó szíjat, és egy 1/2 centivel az alja alatt hosszára ketté hasítom. A szélességét ezt levágom olyan 3 mm-re, ezzel a kis szálvágó segítségével. És ez egy egyenletes ekkora részt levág belőle. Ez egy ilyen nagyon egyszerű szálvágó, kézi szálvágó szerkezet. És itt a végére kötünk, most ennek bőrből kötünk egy ilyen pillangót, kívül belőle egy pillangót, és egy szorító gyűrűt, egy 3-as fonásos szorító gyűrűt csinálunk ebből az egy szálból. Ráfűzöm a pillangót, a befűzőszíjat, és egy másik pillangót belőle. Utána egy tompe végű tágítóárral átszúrom ezt az egészet. És ezt a bőrt átfűzöm rajta még egyszer. Utána a külső részen körbeveszem a szíjat rajta, hogy egy körgyűrűt alkosson. A hátul maradt szíjat mindig előre fűzöm. Egy ilyen húrkot fűzök rajta, és utána a hátsó szíjat mindig átteszem. Az elsőt pedig átfűzöm a gyűrű alatt. És ezt az alsó gyűrűt, amit átvettem körbe az egészen, ez, hogy így átfűzögetem rajta, ez még jobban ráfeszíti. Utána, hogy szárad a bőr, utána teljesen ráfeszül, és egy szorító gyűrűt fog képezni itt a pillangókon. És ez úgy néz ki, mint egy 3-as vonás, 2 vagy 100 szíjból. Így, és a végén itt 200 szíj alatt, 2 lépés alatt átfűzöm. Átfűztem a végét, hogy ne nagyon látszódjon ki, és a szíjaknak a végeit levágom. Pillangók sarkait lecsípem, hogy ezen a bőrön ne érjen túl, és visszatolom az eredeti helyükre. És már most egészen hasonlít az eredeti bicskatartóra, csak innen hiányzik még valami.
Az oldalszínnek a díszítése az ugyanaz, mint a bicskatartó testének az összevarrása, csak itt ez alatt a szíj alatt egyszerűen csak átveszem a fűzőbőrt. És ez ugyanaz a fűzési mód. Így megtörtént. Akkor teszünk rá pillanatot. És itt a másodiknál visszafűzzük. Már most hasonlít az eredeti bicskatartóra. Van nékem egy rettenetes szokásom, de ha bort iszom, a pálinkát kívánom. Erre még az öreg apám, öreg apja tanító. Hoznak valamit hozzá, Laci bácsi. Három feltételről. Megtöltsük. Van még benne. Van még benne. Ez még. Kis ipar van, de megőrözt akkor ennyi, záróra jó, mert bekanolunk itt a végén. Sört, bort hozzá. Súran jó lesz. Szent én nem vagyok én garamban. Lecsúszott már hat ökör és hát az a lény mit árcsol. A jó Isten tartsa meg a szokásom. Szombat este haragszik rám az asszony, hazamegyek, én azonnal elalszom. Nem alszom el, csak a szemem lehúnyom, hogy ne lásson. A jó Isten tartsa meg a szokásom. De nem alszom el, csak a szemem lehúnyom, hogy ne lásson. Köszönöm, hogy légy Isten viszontlátás, Jancsikám, jó? Tessék! Egészségükre. Laci bácsi, sose lássuk többet egymást. Jauzanan megbetegem. Három feltételem. Üres zseppel, haragos szemmel, és lakad farokkal. De lássuk egymást. Ezt majd vágj ki belőle. Lülök a fekete halomra, onnan nézem, merlelegel a gólyam.